Na hát, üdvözlök ismételten mindenkit. Hello. Mi az a vodka shotot? Te jó ég. Üdvözlök mindenkit ismételten. Mint ahogy ezt ígértem, folytatjuk a The Pedestrian végigjátszást. Összesen van még belőle 6 pálya, és most az egyetem fog következni. Be is kapcsolom nektek a zenét, illetve át is váltok ide. A lényeg, hogy igazából nem terveztem most túl sokat szarakodni ezzel, csak folytatni. Ami feltűnt nekem a játékkal kapcsolatban, hogy nincsen menü. Tehát, hogy legutóbb is, mikor megnyitottam a játékot, nem volt menü, hanem egyből bedobott a gamebe, és ott volt a kis pöttyünk, amivel ki tudtuk választani gyakorlatilag, hogy női vagy férfi figurával, emberkével akarunk játszani. És hát ez most is így van egyébként, tehát hogy megnyitottam a játékot, és egyből oda dobott be, ahol legutóbb abba hagytuk, és hát nem pont oda, mert ugye ezen átjutottunk már akkor, de már majdnem ott vagyunk, ahol voltunk. Amit még rájöttem az előző stream végén, mikor a vodot néztük, vagy amikor a vodot néztem vissza, hogy itt a metróban, ugye arra már rájöttünk az előző streamben, hogy a metró az egy ilyen fajta, hát ilyen különleges helység gyakorlatilag, tehát ahova folyamatosan visszatérünk. Ez azért van így, mert hogy a metró az ilyen lobby-szerűen vagy hub-szerűen működik, és ez annyit tesz, hogy gyakorlatilag itt a metróban látunk, vagy itt közlekedünk ugye a pályák között, és ugye amit már megnéztünk legutóbb, hogy ugye az első két pályát megcsináltuk, ugye első hármat az első a tutoriál volt, és utána volt az első két pálya, ugye a metró és a város. Mind a kettőben volt középen egy terület, amit ugye ahova eljutottunk az előző stream legvégén. Azt most ide gyorsan meg is mutatom. Itt, ugye ha itt végigjövünk gyorsan, megint, akkor meg is tudom mutatni. Béna vagyok. Mindig egy olyan kapcsolóhoz jutunk, ahol valami, tehát különböző irányokba kell majd elmenni, és amikor különböző irányokba elmentünk, akkor fogunk tudni tovább menni ugye a következő pályára. Ezt a tematikát követi minden egyes pályán a játék, és ott van egy ilyen, hát egy ilyen Game Boy gyakorlatilag, ami beoldalra be kell rakni az egyes hozzátartozó elemeket, és minden egyes ilyen pályán hozzárakunk egy plusz elemet, ami nekem eddig nem tűnt fel. Látjátok, itt a Game Boy, és itt van az előző két elem, amit hozzáraktunk már, ugye a kis, amit én azt mondtam, hogy propeller, de amúgy nem az, hanem ez a karika, az a funk, meg ugye a chip, meg a legeslegelején a tutoriában ugye hozzáraktuk az elemet. És akkor még lesz, ugye még 6 pálya van, szóval ez nem tudom, hogy fog kinézni, de látod, még van 1, 2, 3, illetve 4 slot, ahova majd be fogunk rakni valamit. Ugye ezen a pályán be fog kerülni még egy dolog, ez pedig egy lámpa lesz, és azt onnan tudom, egyrészt, hogy itt is mutatja ugye, hogy itt egy lámpa lesz, itt. Viszont másrészt a metróban van egy kis rajz ott baloldalt, amin mindig a szám van, amit be kell írni, hogy tovább menjünk. Na és ez a szám, ez eddig nekem nem tűnt fel, hogy minden egyes esetben a következő dolgot mutatja, amit majd be fogunk ide kötni a Game Boy-ba. Szóval így folyamatosan így építjük gyakorlatilag a Game Boy-t. Úgyhogy ennyi a dolog, és most, hogy abbahagytam a beszédet, most szerintem megyünk is tovább, és akkor nyomjuk a pályákat. Az első az maga legyen akkor a kis villanykörténk. Azt mondja, hogy itt ugye lemenni nem tudunk, akkor itt egyértelműen erre fogunk majd tovább jönni. Viszont oda el kell valahogy küldeni, ide el kell hozni majd egy kockát. Akkor viszont ennek nem ártana. Aha, várjál csak. Azt mondja, hogy ez lesz ugye így. Ezt szerintem ide lentre fog kerülni, mert ez fog ide kerülni, ugye a dobozt kihúzzuk majd, és áttoljuk itt, és itt letoljuk.
Azért van itt ez a kis rés. Aha, így. És akkor... ide kell majd elhúzni ezt a dobozt, tehát ez lesz itt a legalján. Ez is fixen itt biztos, hogy itt van. Így. És akkor ez pedig... hát itt lesz. Gyakorlatilag. Középen, és akkor ezek pedig gyakorlatilag ez lesz egy ilyen kis... egy ilyen kis... pályák közötti mozgolódós dolog számomra. De azt mondja, hogy itt... itt fel... aha, de itt az villanykörtő, viszont azért nem tudunk felmenni. Uh-huh. Itt ezzel a kapcsolóval kikapcsolom a lézert? Nem, bekapcsolom ott azt a... aha, bekapcsolom az ugratót, amire rá fogjuk dobni a dobozt. Így. És ugye akkor most bekapcsoljuk szépen az ugratót. De várjál, mert a doboz nem azon van, akkor azért ezt rá kell húzni a dobozt. Azt meg tudjuk így csinálni. Hát szépen ide húzzuk. És akkor vissza gyorsan a kapcsolóért. És akkor fent is van. És áthúztuk ide. Itt szépen begyűjtjük a villanykörtét, majd visszatoljuk a dobozt lentre, mert szükség lesz a felugráshoz hozzá, és akkor meg is vagyunk. Picit vannak ilyen FPS droppok most a játékban, amik eléggé furák nekem. Remélem nem azért, mert a stream miatt, és akkor a streamben is béna. Bár eléggé úgy néz ki nekem. Majd ha nagyon béna, akkor visszaállítom gyorsan a streamet. Na, meg is van a kis villanykörte. Már csak ki kell jutni innen, szóval majd a kábel kell meg a doboz, hogy fel tudjunk ugrani ide is, illetve ide is. Jó. Na. Tehát, akkor kell a doboz és utána a kábel, mert a kábel így önmagában nem sok mindent tudunk kezdeni. Ó. A... jó, ez vicces volt. A kis szobornak a táblácskáján, illetve a szobor által tartott táblákon mászkálunk, ez jó, ez vicces, ez tetszett. Ó, jaj, na várjál, ezt de nagyon nem szeretem ezeket a tábláról táblára menős dolgokat. Itt fogunk kijönni. Egy ajtó. Aha, és itt a... ó, és itt még a tégláktól is sem tudok úgy pakolni. Tehát látjátok, itt nem tudom a téglák miatt ezt áthúzni. Tehát ezt például fixen nem tudom oda fentre húzni. Ami mondjuk lehet, hogy nekem csak jó dolog, mert ezeket nem lehet kimozgatni innen. Tehát ez egyértelműen itt kell, hogy maradjon, illetve ezeket sem lehet innen kivinni, ami szintén elég egyértelmű, hogy akkor itt kell, hogy maradjanak, és ott kell felhasználni őket. Egy biztos, hogy itt fogunk a kijárathoz bejutni. Viszont a dobozt is le kell engedni, amivel ide fel kell valahogy jutni. Hát én azt gondolom, hogy akkor ez így fog ide jönni. Ez meg ide. És akkor... hát ez ide, gondolom. Maybe. Aha, itt a kiárat, az nekünk tök jó, de még mielőtt a kiárathoz eljutnánk, előtte nekünk mindenképpen szükség van. Fogalmam sincs, hogy sikerült ez így, de valahogy sikerült. Szóval, még mielőtt ezt megcsinálnánk, itt át kell menni, ezt ki kell kapcsolni, le kell tolni, és mehetünk. Úristen, ezt nem tudom, hogy sikerült ilyen gyorsan megoldani, és ilyen pontosan, de valahogy sikerült. Egyébként meg lehet, hogy ezt gyorsan meg is oldom.
most, hogy így ránéztem a streamre, eszembe jutott, hogy a voddal is volt, vagy a vodot is néztem, hogy volt egy ilyen gond. Egy kicsit én felhúzom magamat ide, a bal felső sorokban, mert itt nagyon nincsen tábla, mert hogy egy csomó táblát kitakarok, például most is kitakartam. Szóval megvan a doboz, a helyén is van. Ezt valahogy sikerült ilyen gyorsan megcsinálni, fogalmam sincs, hogy még mindig. És akkor már csak a kábla kell. Tábla, kábel kell. Beszélni nem bírok már. Ó. Aha. Jó. Így van. Fent is vagyunk. És még egy táblálát, ugrálós táblás dolog. Azt mondja, hogy itt itt már lehet körbe mozgatni az egészet. Kiindulunk ebből, ami ugye... Aha, várjál, azt mondja, hogy ez úgy lesz szerintem, hogy ez fog ide jönni. És ezzel fogunk átmenni oda. Legalábbis szerintem. De várjál, az nem jó. Az nem jó, mert ennek ide kell jönnie. Ennek meg ide. Ez az ajtó meg gondolom ide jön. Aha, erre kell átjutni, hogy kikapcsoljuk. Látom. Kikapcsoljuk ezt. És akkor ezt most szabadon mozgathatjuk. Akár át ide is. Jaj, de várjál, mert probléma, mert itt nem tudunk feljönni. Aha. Jó. Jó. Tehát azt mondja, ez így lesz, oda mindenképpen úgy kell bejutni és úgy kell kifele jönni, de előtte be kell nekünk kapcsolnunk ezt. Ami viszont akkor tényleg azt eredményez, hogy ezt ugye ki kell kötni. És akkor így kell, hogy ide átjövünk. Így. Ez ide visszakerül a helyére. Szépen bekötjük ezt, mert így fogunk visszajutni. Majd arra a táblára. Ezt szépen itt bekapcsoljuk. Mondjuk ez nem túl jó, mert ott a lézer is bekapcsol. De nem baj. Ez milyen ajtót nyit? Ó, a kiáratos ajtót nyitja. És azt nem kéne most egyből nyitnom? De nem jó, mert akkor ide itt ragadok, tehát nem. Akkor ezt úgy kell, hogy most itt átjövök. Ezt így alá tesszük. Át is jöttem, ki is kapcsoltam. És igen, csak az egyiket tudom egyszerre magamnál tartani, ez várható volt valamilyen szempontból. De nem baj, mert... Mi? Tehát... Ó, hát az Isten áldja meg, de hát kikapcsoltam. Fasza. Na, akkor még egyszer. Vagy ez ilyen... Csak így átmenetleg kapcsol ki? Vagy kikapcsoltam és úgy hagytam véletlenül. Valószínűleg úgy hagytam, vagy kikapcsolt állapotban. Már béna vagyok. Nem vagyok ideges. Fő a nyugalom. Francia meg. De ráadásul olyan szépen sétáltam bele, mint ahogy ez a nagykönyvben meg van írva, tehát... Ne kösd ki. Jó. Kikapcsoljuk. És ugye a kulcsot átvisszük. Ezt itt hagyjuk, és akkor jövünk vissza ezért. És akkor ezt is visszük magunkkal.
ez az, ami ugye a kijárathoz kell, csak ugye nem tudunk lemenni. Tehát először mindenképpen, aha. Jó, nagyon jó. És akkor itt már csak bemegyünk, kinyitjuk az ajtót, majd vissza. Ígyni. Még jó, hogy a kulcsot ott raktam le a szélén, hogy így elértem, mert amúgy megszívtam volna megint. Elég durván. Megvan a kábel is. Na hát ez egész gyorsan megvolt ez az egyetemi rész. Mennyi volt ez? Hát hogyha az első kis 10 percet nem számoljuk bele, vagy beleszámoljuk, akkor ilyen 10 perc vagy 20 perc körül. Az egész jó. Nagyszerű. És akkor, aha, már jövünk is vissza a metróba. Na és akkor itt most itt lesz megint a szám, és látjátok, ez az a modul, amit ráraktunk a Game Boy-ra gyakorlatilag. És amikor elindul a metró, akkor leesik a papír, és megmutatja, hogy mi lesz a következő modul, amit megszerzünk. Itt mindjárt mutat. Aha, ez lesz ez az a kis antenna. És ha láttátok, alatta van még egy lila, az fog még rákerülni. Úgyhogy ennyi. A történet? Jaj, igazítottam magamat. És akkor lássuk, hogy mi lesz ez a következő pálya. Ja, bocsánat. Aha. Itt vagyunk. Aha, ott fogunk fent visszajönni. Áú. Erre. Már jár, azt mondja, hogy ezt ide. Igen, csak hogy ezt meg be kell illeszteni ide. Aha. És akkor így. Várjál, hogy van ez? Ez nem fog visszakerülni attól a helyére, hogy ezt elengedem? De már kinyílt, akkor teljesen mindegy. Ah, jó. Ez ötletes volt ez is, ez a kis... Ez a kábelek, táblák, kábelek. Ó, várjál, ez már egy kicsit. Aha, azt mondja, hogy ez ide. Ez pedig ugye ide fog bekapcsolódni. És akkor ez ide mégis, ez pedig ide. Igen, ez baromi ötletes szerintem. A zene is nagyon-nagyon jó. Ott is van, mehetünk is. Akkor úgy látszik ez ilyen téma lesz most, ilyen IRL versus tábla világ. Aha. Ó, ez is nagyon jó volt, ez így a táblával együtt nyílt. Nagyon érdekes, meg ez is tök vicces, hogy így megvannak, ez a tábla például meg van hajolva. Csomó érdekes dolgot tudnak hozzátenni a játékhoz minden egyes pályán. Főleg azzal a cipővel. Aha. Jó. Ez ilyen, nem tudom. Ja, hogy ez már maga a pálya. Ó. És most itt leestem, ez nem a legjobb, igaz? Ja, de itt fel tudok jönni, jó. Na várjál, azt mondja, menjünk össze megint el az antenn. De várjál, itt hol van a... Game Boy. Ja, itt van. Megvan. Aha, látjátok? És itt van megint a kis lámpácska rajta. És akkor még lesz ugye, most ide jön egy, meg még egy, és akkor így az lesz a lila majd, és akkor most az antenna, meg még valami lesz a következőben.
Az még pont ebbe a streambe lesz. Ugye három. Azt mondtam, hogy három mappot fogunk végigvinni egy streamben, és akkor így összesen lesz három stream. Micsoda? Ja, de hülye vagyok, hát... Igen. És eddig egyszer sem ugrottam vele, most pedig szépen beleugrottam. Ó, de várjál, mert itt játszani kell az időzítéssel is. Melyik kapcsolja ki? Ja igen, az leengedi azt az ajtót, ezért tudok itt is ugrálni. Aha. És akkor most egy olyan kell, ami ugye ezt az ajtót nyitja fel, de ott megint lesz egy kis lézer, szóval itt beugrunk és egyből megállítjuk. Lecsukjuk, hogy a lézer ne öljön meg minket. És akkor fenn is vagyunk, ezt szépen ide fel. És azt mondja, hogy van egyszer egy ilyenünk. Így át, majd ide. Ez nagyon ötletes, ez teljesen más gondolkodásmódot igényel, mint az előző pályák, ahol ugye... az majdnem megölt az a lézer. Vagy most... Az meg kellett volna, hogy öljön, csak bebugolt a játék? A kulcs megvéd a hátamon. Jó, majdnem meghaltam, maradjunk annyiban. Vagy várjál csak, hogyha így állok, akkor... Akkor... Ó, ne! Franc, vigyel! Na várjál, azt mondja, hogy ide. Azt ott nem teljesen tudom még, hogy hogyan kell majd megcsinálni. De... mindjárt kitalálunk valamit. Aha, nem szabad felvenni a kulcsot. Jó, és mi van, hogyha nem veszem fel a kulcsot? Hát akkor nem veszem fel a kulcsot, ez tök jó, de... Én innen még nem tudok oda felugrani. Ó, és minden egyes próbánál újra az elejéről. Ó, hogy te szemét. Jó, hát ennek is megvannak a szépségei, meg a rondaságai. Ennek a fajta pályának. ide kellett. Igen. Fel. Így. Azt mondja, ezt ez nyitja. Majd ezt vissza ide. És nem tudom, az a baj, a kulcsot bentebb vinni sehogy. És hiába van a hátamon, megöl ugyanúgy. Ez az csak azért van, mert ugye éppen úgy jön a lézer. Ó, várjál! Valahogy így kéne, hogy... Yes, kitaláltam. Úristen, ezt a szemét játékot. Ez egy szeméthúzás volt. Hogy ezt így kell megoldani. Nem! Ó, hogy az... Még a bod is kifogyott, vagy mi a stream is kifogyott, annyira szörnyű volt ez. Meg őnek is tetszett, úristen. Hogy lehet valami ennyire szemét? Ez nem rage game volt, hanem mind game eddig. Miért kell velem ezt csinálnod? Nem sokon múlt. Jó. Ja, várjál, rácsatoljuk, igen. Elengedjük a dobozt, és úgy ugrunk fel, hogy még csak véletlenül se jöjjünk hozzá. Hú, sikerült. Yes. Oh my god. Megvan a kis antenna, yes!
És akkor már csak a többi dolog kell, azt mondja, ez az áram, ez nem tudom mi akar lenni. Az fog ide rájönni a kapcsolóra, ilyen áramkapcsolóra, vagy... Vagy... Nem tudom, mindegy, legyen az a következő. Aha... Igen, itt áramot fogunk vezetgetni jobbról-balra, ezt már látom. Várjál! Úristen, várjál! Mi van? Azt mondja, ez biztos, hogy ide jön. Ez meg ide. Azt hittem, ez csak ennyi, de nem. Aha. Hova kell egyáltalán vezetnünk az áramot? Honnan, hova? Onnan a kijárathoz, de ahhoz, hogy a kijárathoz el tudjunk jutni, ahhoz ki kell nyitnunk az ajtót, ami oda fentre vezet, ami azt jelenti, hogy oda is kell vinnünk áramot. Így. Illetve így nem, mert ez így nem jó. De akkor vezetni kell, várjál. Ide is áramot, ami azt jelenti, hogy ide. Ami azt jelenti, hogy ezt át kell hoznunk átmenetileg. Uh-huh. Jó, egy kicsit mindenféle gondolkodást igényel. De meg lesz. Tehát így, most egyelőre ez még nincsen bekötve, mert ugye olyan sorrendben kell csinálnunk, hogy ide be tudjunk jönni, mert így nyitva van az ajtó, és akkor ezt bekötjük ide. Így már erre az ajtóra nincsen szükség, mert az be lesz kötve. Visszahozzuk a kábelt, ide bekötjük azt is, mert arra se lesz más szükség. Így. Nem ugrunk fel. És akkor be van kötve ez is. És akkor most már azok, amik az ajtókat nyitják, azokra nincsen szükség, tehát se erre, se ugye erre, hanem ezzel szemben ez ugye ide kell, hogy jöjjön, mert így kapunk áramot ehhez az ajtóhoz, így van, és akkor... Várjál, mi? Azt mondja, hogy az... Kell oda mindenképpen egynek menni, hogy kinyíljon az ajtó. De egy másiknak meg kell ugye kifele mennie, hiszen azért csináljuk az egészet. De ha meg ezt lekapcsoljuk, akkor ugye bezárul az ajtó. És gondolom ezt nem lehet így átkötni. Akkor kell még egy kábel. De innen meg így nem tudjuk elvinni a kábelt. Meg hát a hülyeség, hát nem tudjuk elvinni a kábelt, hiszen... Hiszen ugye akkor nem kötődik át, és akkor nem ugyanott vagyunk, hogy nincsen. Na várjál, ezt hogy oldjuk meg. Aha. Így van egy szabad kábelünk, de nincsen plusz áramforrásunk. Jaj, de várjál, nekem... Aha, nekem nem is kell, hogy oda bemenjek. Elég, hogyha előre odakötöm, aztán kész. Ennyi. Nem? Így már megy az áram. Jaj, de itt megáll. És ide nem tudunk behozni semmit, igaz? A kábel nem ide kell, amit itt fogunk szerezni. Nem, itt nem tudok behozni. Ja, de... Várjál, megvan, mert ugye...
Ezt akkor átkötjük mondjuk. Melyik volt az, ami ide jön? Ebbe az ajtóba. És akkor ezt pedig szimplán csak kivisszük innen, mert már erre sincsen szükség. Hiszen... Ezt ide lerakjuk. Hiszen ugye már az az ajtó nem kell, hogy többet kinyíljon. Nem ide, hanem ide. Így. Igen. Mert az az ajtó már nem kell kinyisson, már beraktuk oda a kábelt, meg van oldva a probléma, és akkor ezt pedig szépen összekötjük. Zsír. És akkor meg is van, jön is az áram végig. Lent, fent. Aha. És ott van az, ki is nyílt. Jaj, a doboz, a doboz. A doboz miatt kellett ezt csinálni, hogy meg legyen a doboz, és ide fel tudjunk menni. És akkor most már csak a kábel kell ide, és akkor azt a kettőt összekötjük, és meg is van ez a pálya is. Achievementet egyébként még nem kaptam. Pedig azt mindig a pálya elején, vagy eddig a pálya elején adta meg. Ó, te jó ég! Húha, na várjál, ez így biztos, hogy itt fog átjönni. Ez fix, biztos vagyok. Mert máskülönben nem lenne értelme. De ezen tudok húzni, hát ami... Aha. Nem, ne indítsd el. Ez szerintem így lesz, hogy ezt ugye ide. Ezt a létrát meg így ide. És akkor... Vagy nem? Vagy így? Ó, persze, hát igen. De ez nekem így nem jó, hiszen... Meg hogy egyelőre ennek sincsen itt értelme. Amiben ennek van, így, aha. És akkor szépen fel, át, ezt kikapcsoljuk, akkor ez lejön. Ezt fel is kell majd használni még. Ide visszatérek. Mert hogy ezt a kettőt kell összekötnöm, viszont ahhoz, hogy oda bejussak, ahhoz nekem, ha itt lent kell mennem. Ja nem. Itt lent majd akkor kell, itt majd lent akkor kell jönnöm, mikor már összekötöttem ott fent a dolgokat. De ez meg azért nem jó. Ott majd visszajönni fogunk lentről. Csúgyugrunk fel oda fentre, ide. Szerintem. Úgy kell majd ide feljönni. De rossz sorrendben csináltuk a dolgokat. Várjál? De rossz sorrendben csináltuk a dolgokat. Egyébként azt nézem, hogy ezt többféleképpen is meg lehet oldani, mert hogyha meg... De mindenképpen azt a problémát nem tudjuk megoldani, hogy... Várjál csak! Van egy ötletem. Azt mondja, hogyha... Nem. Hanem hogyha ezt ide visszatesszük ide. És ezt ide bedobjuk. Ó, te, hogy rohad... Várjál, nem ez így jó volt. Csak annyit kell csinálni, hogy ezt bekötjük ide. Szóval, ha ezt itt így én bedobom oda, akkor viszont már
érvényes az, hogy ide lejövök, és ezt itt visszapakolom ide, akkor itt fel tudok mászni, ki tudom kapcsolni a lézereket, be tudok ide jönni, összekötni ezt a kettőt. Aha, látom, hogy lesz ez, mert ugye ide fogunk feljönni, tehát nem kétféleképpen lehet megoldani, egyféleképpen lehet megoldani, csak én voltam hülye. Mert hogy akkor ez így fog kinézni, hogy ugye... Így. Mert hogy... Azt mondja, oda lentre hogy jutunk le? Ja, persze. Így le. Így le. Akkor az ugye oda juttat. És itt fent úgy felugrunk ide. Mert ugye a kábelre szükség lesz. Ezért nem tudunk. Először fel kell oda menni. Ó, és hogy megszivatott, és tudta, hogy meg fog szivatni, mert direkt van úgy megcsinálva, hogy megszivasson. Hogy a szemét mindenedet. Hogy lehet valamilyen szemét? Rohadék. Direkt úgy van megcsinálva, hogy meghaj. Direkt van úgy megcsinálva, hogy ott beleesz és meghaj. És ha nem gondolkozol előre, akkor meghalsz. Mert egy szemét. Ezek. Rohadék. Na, akkor várjál vissza ide. Le. Nem. De. Nem. Mert először ide fel. Megvan. Nem. Először ide be. Kábelt összekötni. Vissza le. Vissza teljesen. És ráadásul a legszemetebb az egészben az az, hogyha meghalsz, akkor kampókabát kezdheted előről az egészet. Tehát először ide fel kell jönni, mert utána, miután itt fent már biztonságban vagy, utána már leugorhatsz így, és akkor működik a dolog. És akkor szépen felhúztuk odalent a dolg, a kis kaput, és akkor már nincs szükség az áramra, tehát... vissza tudunk így mászni. Kivenni a kábelt, mert ugye arra szükségünk van. Igen. Lejönni egészen ide. Majd ide bejönni. És akkor ezen a táblán pedig annyi módosul, hogy ugye ezt kell... Ó, várjál már. De ez nem megy fel addig. Ezt meg nem tudom oda lerakni. De akkor hogy jutunk fel oda? Ó, hogy rohadná meg. Hogy jutunk mi ide fel? Mert ez itt nem... Ez itt nem megy fel addig. Jaj, de tudom! Pont úgy, ahogy az előbb meg megszívattam magamat. Hogy így kell felugrani. Jó. Akkor azért van úgy, nem azért van úgy, hogy megszívassanak téged, hanem azért van úgy, mert így lehet megoldani csak a pályát. Úristen. Na jó, mindegy, mind game. Teljesen 3 000 000 IQ. Ó, még kell egy kulcs is. Na látod, ez teljesen nem tűnt fel, hogy még egy kulcsra is szükség van. Jó, hát akkor megszerezzük a kulcsot is. Speedrunolva a pályát, gyakorlatilag. Akkor nem speedrunolva a pályát.
Gyanús is volt, hogy ez a jump pad arra rá kéne ugrani, ha már ott van. De hát minek? Jó, jó. Ezt visszük magunkkal. Ide bedobjuk. Jó. Ide fel. Jönem ide. Itt visszafelé fogunk fent jönni szerintem. Kapu kinyit. Ó, és itt van maga a kulcs. Ó, te. Ó, te. Ajaj. Ne olyan egyszerű ez, mint ahogy ez. És ezeket nem lehet átvinni egyik oldalon a másikra. Akkor elég nagy valószínűséggel ez ide kerül. Ez pedig így. Ezt gondolom ide kell kötnöm. Micsoda? Jaj, várjatok, mert itt az elem, és akkor azt gondolom kinyit valami hidraulikát, és akkor tudunk úgy már több mindent is csinálni. Azt mondja, itt a kábel. És akkor ezt így bekötjük ide, meg ide. Aha. És akkor kinyílt az egyik hidraulika, zsír. Viszont gondolom, ezzel csak annyit érek el, hogyha ezt innen elpakolom. Nem, nem csukódik vissza. Jó. Akkor gondolom, hogy ez fog oda kelleni. Holva vezet a... Azt mondja, ebbe a hidraulikába vezet. Tehát akkor ezt ide kell kötni. Ez pedig így. Viszont akkor már két kábel kell. És itt a második kábel. Van két kulcs is. Ó, te jó ég. És ide kell átjutni. Ja, az lesz a vége, hogy erről a platformról ezt oda tudjuk vinni a másikhoz, és át tudjunk ugrani rá. És úgy fogunk tudni kijutni. Csak hogy erre a platformon hogy kerülünk vissza, azt meg nem igazán tudom. Illetve azt sem, hogy... Hogy most hogyan tovább? Sorry. Hát... Valam nincsen. Mert innen már sehova nagyon nem tudok menni, innen csak oda tudok menni, vagy ha ezt itt fogom, akkor minden visszakerül a helyére. Bár végül is ez nekünk miért olyan szörnyű, hogy minden visszakerül a helyére. A hidraulikák nem kerülnek vissza. Tehát kell ide egy kábel, meg ide egy kábel, ez fix. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy ez erről ide kell jutni. Nem feltétlen a bal ajtót akartam kinyitni. Ó, basszeg. Picsába. Na várjál. Ja, és úgy nem tudok átmenni. Fasza. És ilyenkor mi van? Ja, hát így. Lereszetelem. Jó. Még jó, hogy ilyen úgy van kitalálva, hogy mindig tud reszetelni. Mert amúgy eléggé ott ragadnék. Valamelyik pályán. Jó. Oké, azt mondja, hogy ezzel mindenképpen ezt az ajtót kell kinyitni, mert így tudunk átmenni máshová. Illetőleg... De mondjuk ez sem olyan biztos egyébként. De most...
Jobbra menéssel hova jutunk el? Leginkább sehova. Ja, de, hülye vagyok. Hülye vagyok. Mert így kellett. Mert ugye ezzel jövünk át ide. Bekötjük ezt, meg ezt. Majd ezt felvisszük egészen ide, és bekötjük abba. És akkor így tudunk lemenni. És visszajönni ebbe az ajtóba, és akkor így tudunk bekötni ezt a kettőt. És akkor már csak ezt kell így. Nagyszerű, megvan a második hidraulika is! És gondolom megint le kell reszetelni. Értelemszerűen az egészet, így lesz haszna az egésznek, vagy így lesz értelme. Jó. És akkor azt mondja, hogy ugye ezt kell kinyitni, ahhoz viszont innen kell áramot vinni oda, tehát ezt kell még ide bekötni. Így. És akkor ugye kell egy, kettő, három drót. Ugye van egy ott, azt ott fogjuk használni szerintem ott helyben, tehát azzal nem lesz gond. Van egy, amit onnan kell szerezni, azt szerintem ugyanazzal a módszerrel tudjuk megcsinálni ezt a kört, mint ahogy az előbb. Tehát, hogy ezzel ide, ezzel kinyitjuk a jobb oldalit, ezzel fogjuk, megfogjuk ezt. Majd... ezzel átjövünk ide. Így van. Majd... ezzel ide. Jaj, várjál, de először ezt bekötjük. Ezt nem maradjon így. Ezzel ide. Ezt is szépen be... bekötjük. És akkor ugye ez visszamehet már a helyére. Ezzel pedig átjövünk. Na most kérdés, hogy fentre? Hát fentre. Hát, várjál. Ha fentre megyünk, lentre ugrunk, akkor van egy jobb oldali ajtónk, amiben, ahol nem tudunk hova menni. Tehát van egy olyan ajtó, ahol... Na várjál, ez így nem feltétlen túl jó. Ugye ezen a jobb oldali ajtón, ezen úgy kell, hogy itt kijössz, ezen viszont beérkezel. Lehet, hogy a bal oldalit kellett volna, és akkor úgy fordítva még csinálni. Ott be... aha. Rosszul csináltuk. Franc, ugye meg. Na várjál. Az itt eddig jó volt. És ezt most itt, most már a bal oldalit kell kinyitni. Mert ezzel jövünk egészen ide. És mégpedig felülre. Igen. Felülre. Mert ezt kötjük ide. Majd ezt innen eltüntetjük. Mert csak zavar. Majd a jobb oldali ajtó az ide fog vezetni. Felvesszük ezt át ide, ezt bekötjük ide, és ezután ez az ajtó fog nekünk ide vezetni, ami ugye ide le, és akkor már csak be kell rakni, mert az összes kábel a helyén van. Ah, ez volt a csavar a történetben. Nagyszerű.
Akkor most már csak igazából le kell resetelni az egészet és átmenni a kulcsért. Nem? Aha, de. Sikerült! Ez az. Yes! Ez az boldogság a lelkemnek. Mit kell, ja, ezt kellett kinyitni, és akkor ez pedig ide, és kinyílt a felső ajtó, és meg is van ez a pálya is. Nem tudom mi volt ez egyébként, mert nem kaptuk meg az achievement, de most kaptuk meg az achievementet, Inner City. Az volt a te pályának a neve. Ah, és akkor így tudunk visszamenni a... szépen a... a metróba, és akkor meg is van... az... antenna is. És a következő, és egyben, hát itt a papír szerint utolsó, az a ventilátor, és ez tényleg ventilátor, vagy propeller, vagy mi ez? Nem úgy, mint a másik. És itt az van, hogy nincs több papír, tehát nem tudom, hogy ezek után mi lesz, úgyhogy majd ez érdekes lesz, viszont a mai streamben az már nem fog kiderülni, vagy hát de ki fog derülni, de nem fogjuk azt a pályát már csinálni, mert hogy ez az utolsó pálya, amit a streamben csinálunk, ha minden igaz, ugyanis igen, volt az egyetem, az Inner City, és most ez, amin most vagyunk. Na, azt... micsoda? Ez mi? Ez micsoda? Ó, és ez mit csinál? A zöld. A zöldé varázsolta a táblát. Ó, Bigó! Mármint nem Bigó, hanem Bigó. Bocs. Milyen szépen esik odakint a hó. Szóval, a zöld táblák nem resztelődnek le. Mármint, hogyha a zöldet levesszük róla, akkor igen, de amúgy nem. Ez nagyon-nagyon menő. És most jön a Skyline... ja nem, bocsánat, nem. Ez csak így megkaptuk az achievementet, a Skyline Paint. Ez gondolom a táblák lefestése dolog. Jó, ez a kis esőhang. Ismételten egy ugyanilyen liftben vagyunk. Ilyenben már voltunk előbb, vagy a pálya legelején. A játék legelején inkább. És akkor gomb. Most viszont felfele megyünk a metróból. Amúgy itt van megint bal oldalt a kis, kis papír a ventilátorra. Ja, most feljöttünk a metróból? Mert ugye a metróba mentünk le a legelején a játéknak. De nem itt, még vissza fogunk jönni. Látjátok, itt fogunk visszajönni és lemenni. Vagy lentről fogunk jönni és kinyílik az a... ez. Ez, ami most felugrunk, és akkor úgy fogunk visszajönni. Akkor ide még egyszer visszajövünk a metróba, vagy valahova. Na, azt mondja, hogy... ugye, itt akkor megint az van, hogy... hogy először ezt érdemes lefesteni. Mert ugye átjövünk ide, benyomjuk a kapcsolót, nem akarjuk, hogy mi resetelődjünk, utána áttesszük erre, és akkor így. Vagyis hát igazából arra teljesen mindegy lett volna. Ja nem, hát nem, ezt muszáj, hogy ez legyen folyamatosan lefestve, mert... mert amúgy meg... ja nem, ó, várjál, értem. Igen, tehát ami azon a pályán van, az...
így átjövünk. Nem szabad átkötni, hanem ezt rakjuk át ide. Mi? Most van aktiválva. Most átjövünk ide. Ezt átrakjuk ide. Minket reszetelhet, az minket nem érdekel, mert az kell, hogy azt ne reszetelje. Mi? Így. Most van bekapcsolva, csak béna vagyok. Így van, mert most nem reszeteli azt, ami azon a táblán történt. Aha, megvan. Milyen sok festős pálya van ott a háttérben, te jó ég. Ó, itt lesznek megint jó kis gondolkodós pályák. A zenék valami eszméletlenek ebben a játékban. Meg ugyanúgy alapjáratom minden. Nagyon-nagyon tetszik, de... De nagyon jó kis zenék vannak a háttérben. Na, azt mondja, hogy... Itt igazából mind a kettőt le lehet festeni. És akkor semmi nem változik. Az nekünk miért jó? Ja, hogy a lefestett pályán én se tudok módosítani semmit. Értem. Aha. Tehát a lefestett pályán... A lefestett pályán nem tudok én sem módosítani semmit. Ami azt jelenti, hogy ha én így átjövök ide, és utána én ezt így... lefestem. Ja, ez így nem jó. De tudok a lefestett pályán alkotni, akkor eddig miért nem ment? Mert béna voltam. Így, és ezt, erről le kell fedni a festést. Aha, és akkor visszaáll a kapcsoló. Mert reszeteli is a pályát. Jó, egy kicsit még így nem teljesen vágom, hogy... Hogy mint, meg hogy... Hát várjál. Ez ugye az lesz, hogy... Hogy... Én ugye ide bejövök. Nem, nem ezt kell lefesteni. Azt kell lefesteni, amin én vagyok. Hiszen én nem akarunk, hogy... Vagy én azt nem akarjuk, hogy az én karakterem eltűnjön. Mert most ezt megszüntetjük. És így ugye helyreállna a pálya. De így nem áll helyre. És most megint szintén azt kell lefesteni, amin én vagyok. Mert így minden más helyre áll, viszont... Én ide jövök, és akkor így. Már úgy látom, hogy már most is ilyen elég szép kis puzzle-ök elé állít a játék, hogy még el se kezdődött a igazi pálya rész, amikor ugye megyünk a ventilátorért. Vagy miért? Először kell a kulcs. Bemegyünk a kulcsért, elhozzuk a kulcsot, átjövünk ide, és aztán ezt így lecsatlakoztatjuk. Gyakorlatilag most így tanít minket a játék arra, hogy mit is kéne csinálni. A kulcsot, ha itt hagyjuk, akkor azzal nem lehet baj. Igazából. Mert ugye ez még mindig védett. Akkor is, ha én azt mondom, hogy ide kötöm, és akkor így már mehetünk is ki. Nagyszerű. De kell egy kulcs. Megyünk fel a táblára. Eléggé olyan hangja van. Mit csinál? Ez itt kapcsol valamit. Ó, értem. Várjál. Ezt kell... ide húzni.
És akkor az ott lement, és én fel tudok menni a kulcsért. Nagyon szép a háttérvilág is. Megvan a kulcs, megvan a kapcsoló. Az fent nyitott valamit. Aha, fent kapcsolta be ezt a részt. És mehetünk is. Aha, ugye a neon tábla mögött voltunk. És akkor ez a következő nagy pálya rész. És itt van a kis Gameboyunk. És már itt van benne minden, gyakorlatilag ide kerül az utolsó elem, az antenna. De még itt van-e fent egy szabad hely, oda is lehet tenni? Persze, akkor nem tudom. Minden esetre most haladunk akkor tovább. Azt mondja, hogy nekünk van... Ez az ajtó zárva. Ez a kijárat, de ez is zárva. Azt fogjuk bekötni. Ugye a Nintendo, vagy hát a Game Boy fogja adni az áramot. És úgy fog ide bekötődni. És úgy fog kinyitni ez az kinyílni ez az ajtó. Igen. Viszont mi az ott fent? Ezt hogy lehet irányítani? Azt ott fent. Mert nem tudok átváltani most ilyen külső nézetbe a kézzel. Amúgy azt nézem, hogy ez a táska is mindenhol ott van. Érdekes. Ó! Micsoda? Erre van a kulcs, de erre van egy doboz is. A kulcsot úgy lehet tovább menni, hogy a dobozt meg kellene szereznünk. De miért? Jaj, mert itt nem tudjuk áthozni. Ah, igen, mert az ajtó miatt itt nem tudjuk áthozni, tehát ide kell egy doboz, hogy itt fel tudjuk vinni a kulcsot. Aha, szuper. Akkor először a doboz. Mondjuk nem bánom, hogyha nem ilyen 6 millió táblás pályáról van szó. Ó, várjál, igen. Először így. És most kötjük át ezt ide. Jó. A dobozt eltoljuk. Mert kelleni fog ahhoz, hogy a lézert kikapcsoljuk. Vagy ez nem a lézert kapcsolja? Ja nem, ez a ugrálót nyomja be. Az már részletkérdés. Ja igen, viszont ha most ide lejövök, akkor a dobozt tudom resetelni, ugye? Várjatok, valami történt most. Nem reagál a kontroller. Jó, valami nem tudom mi volt. Így doboz resetelődik, és akkor ezt így rá tudom tolni. Ami felmegy ugye oda fentre. Én szintén visszamegyünk oda. Ó, várjál. Ez így nem jó. Mert ugye a doboz fentre kerül, viszont át kell most már színezni ezt. De az nekünk nem baj, hiszen hogyha ezt itt lecsatlakoztatom, akkor én is felkerülök fentre. Zsír. És akkor megvan a doboz. Ó, a hajam már, látom most így a streamre ránéztem egy pillanatra, és látom, hogy úgy áll, hogy inkább ne beszéljünk róla. Szörnyű. Nem baj. Na, és akkor irány a kulcs. Ez pedig itt van. Nagyjából megpróbálom összeállítani magát a pályát. Mert tudom, hogy nem lesz ez olyan egyszerű. Mint ahogy azt én gondolom, de... Aha. Így fogunk átmenni ugye ide. Szóval először ezt ide kötjük. Ezt lekapcsoljuk. Majd ezt átkötjük ide.
Aha, ide átjövünk. Majd ezt átkötjük ide. És akkor nem megyünk ki, bár kimehetnénk, de nem megyünk ki, hanem csak szimplán ezt ide kötjük. És akkor fel a kulcsér. Le. Kinyitjuk ezt, fel ide. Majd... ugye... ja, majd ezt átkötjük ide. Ide leugrunk. És akkor... és akkor elrontottuk, mert ugye a kulcs az valamiért ott maradt fent. Valamiért, amit még én nem teljesen értek, hogy miért, de fennmaradt a kulcs. Hogy a fene vigye el. Akkor újra. Fenn átlógott még a másik táblára, vagy? Ja, de... ó, várjál! Kinyitjuk az ajtót. Lejövünk ide. Igen, értem, értem, hogy mi a probléma. Ezt beszínezzük. Itt nem lehet visszaugrani ugyan, viszont ezt meg tudom csinálni, hogy ezt ide kötöm. És ugye most visszamegyünk a kulcsért. Bocs. Balfasz voltam és fogtam és leugrottam, ahova nem kellett volna. Akkor még egyszer. De jó. De jó vagy, Ádám. Annyira jó, hogy ilyen béna vagy. Már rég befejezted volna ezt a részt, ha nem lennél ennyire béna. Elfelejtettem megint, hogy átment a szín. Vagy hogy a szín nem ment át. Fú. Na várjál. Igen, amikor leültem streamelni, akkor így elgondolkoztam azon, hogy nem akarok én többet streamelni, mármint hogy... hogy... miért csak ennyi időt streamelek? Hát simán leszstreamelhetném az egészet egy 3 óra alatt, és akkor nem kell 2 külön részbe csinálni, meg most úgyis van kedvem játszani. Aztán utána így azt végig gondoltam magamban, hogy azért van ez így, és legutóbb is azért hagytam abba egy óra múlva, mert hogy teljesen lezsibbasztja az agyamat az, hogy mi a francot kell csinálni. Áh! Na várjál. Ez ugye ide kerül. Amúgy mutatja is, hogy mik fognak átváltozni, hogyha tartom. A pirossal mutatja, hogy mik fognak más szín, vagy mik fognak eltűnni, vagy visszaállni. Szóval igazából ha kicsit nem kapkodnék, hanem normálisan csinálnám, akkor nem lenne ez a probléma. Na és most már le lehet ugrani. Mert most már annyi az egész, hogy ezt ide bekötöm, és akkor gyakorlatilag mehetünk is. Persze, hogy rossz ajtóhoz kötöttem be. Bocs. Na, megvan. Megvan a kulcs, megvan minden. Hú, te jó ég. Megvan a kulcs. Ami azért jó nekünk, mert így tudjuk... aha. Aha. Átjöttünk ide, és itt másik 2 ajtó fog kinyílni, igaz? Bocs, másik 3. De ugye ezt nem tudjuk majd kinyitni, mert ez majd az kell... ó, hogy itt 2 ajtó is van, I see. De igazából nekünk ez kell, hogy ez a 3 legyen nyitva, mert... igen, ez a 3 kell, hogy nyitva legyen nekünk, mert ugye ide nem mentünk még. Ez menő, ez a... ez a rajzolt... tábla, de itt azt mondja, hogy csak onnan kéne lehozni és visszavinni. De természetesen ez nem olyan egyszerű, hogy figuránk nem tud akkor átugrani, mert falat mászni meg nem tud, ezért el kell menni 2 oldalra 2 dobozért.
Természetesen itt is kell majd festeni. Hogy ne kéne. Ha valaki enyhe ingerültséget érez a hangomon, akkor az ne gondolja azt, hogy bármi ilyesmi történt. Szimplán csak egyszerűen a lelki világom kezd összeomlani. Maradjunk annyiban. Mármint nem a lelki világom, hanem... Csak... Felkúrt az előző pálya, hogy én béna vagyok. Na igen, ezt át kell rakni ide. Az, hogy visszakerülök, az legyen a legkisebb gond, mert hogy... Ezt kikapcsoljuk a lézert. És akkor ezt is be kell festeni. Hiszen így fognak, ugye, így fog megmaradni. Mind a lézer, mind az, hogy ezzel itt lehet ugrálni. Várjál, nem. Most én ezt letoltam, de azt nem kell oda letolni. Nem, te szerencsétlen. Na, köszönöm. Ez pont az a lényeg, hogy ezt erre fele kell tolni. Jó. A lényeg, hogy elrontottam. Mert hogy ezt ki kell kapcsolni. Amit anélkül is meg tudok csinálni, hogy oda mennék, mert ezt itt kapcsolom, és akkor kikapcsol. Igen. Na. Várjál. Így. Idebe. Mert ez a doboz ide kell. What the fuck? Igen, de ezzel az a jó, hogy mivel hogy ez csak egy gomb. Mivel ez csak egy gomb, ezt nem kell így lelokkolni, mint a kart. Hát itt, hogyha ráhúzom, mutatja, hogy mik fognak helyreállni. De ha ezt ide húzom, akkor nem fog helyreállni igazából szinte semmi. Majd később. Aha. Értem a problémát. De az, hogy azt le... Várjál. Nem olyan egyszerű az. Azt, hogy azt le... Lelokkolom azzal, miért leszek előrébb? Oké, hogy a gomb nem áll, meg a doboz nem áll helyre. Ja, így. Miért történik ez? Na hát ez így jó, mert akkor... Várjál, nem jó. Így. Így sem jó. De miért áll helyre, hogyha... Várjál már! Így lesz. Azok helyreállhatnak. Nem jó. Kulcs így is úgyis visszakerül, meg igazából minden. Én is.
Azért, mert az kéne, hogy nekünk már erre nincsen szükség, hogy a lézer... Hogy a lézer így be legyen kapcsolva. Hanem nekünk erre van szükségünk. És ezt is fogjuk átfesteni. Jaj, nem jó. Ez így nem jó. Hogy csináljam ezt, hogy jó legyen? De ez... Ha így visszakerül a doboz. Várjál. Most ott vagyunk, ahol indultunk. Nem baj. Ez bekapcsolja az ugrálóst. És ezt meg is kell, be is kell kapcsolva hagyni. Ezt itt megszüntetjük, ezt a ajtót. Visszakerülök a helyemre. Aztán a következő dolog az az, hogy... Hogy ugye... Ezt itt kikapcsoljuk annyi időre, amíg én a dobozt letolom a helyéről. Elfelejtettem. Hogy mi volt a probléma? Teljesen elfelejtettem. Hogy ezt miért úgy csináltuk, ahogy... Nem baj, meg lesz. Valahogy ezt szenvedjük. Igen, ezt azért kell így beszínezni, mert amúgy ha ezt a kapcsolatot eltüntettem, hogy visszakerüljek fentre, akkor megint csak... Nem jó. De most már ez így itt van, és erre pedig már így nincsen szükség, hogy ez működjön. Mi? Ó, hogy vinne el a hőguta. Jó, hát... Nem kéne ennyire bénának lennem, és akkor sokkal egyszerűbb lenne az egész. Meg lesz. De ha ezt leszínezem, akkor miért teszi vissza mindent, ami... Nem is értem. Bármit csinálok, minden visszakerül a helyére. Az egyszerűen nem is... Nem is bírom felfogni, hogy mi van. Ha ennek a helyére teszem, azok felmennek. Ha ennek a helyére teszem, felmennek és bekapcsol a lézer. Menjenek csak szimplán fel. Igen. És akkor ezt felengedem, ez így tök jó fenn van. És itt... Csak annyi a problematikám, hogy ugye nekem az kéne, hogy... Hogy szépen ez be legyen kapcsolva. Amit ezzel tudnék elérni, de akkor megint visszakerül minden a helyére. Most be van kapcsolva, tök jó. Várjál csak. Ha ide jövök,
Aha, ez lesz a megoldás. Hogy ide jövök és ezt színezem át így. És akkor itt maradok. De akkor abban meghalok. Oda megyek. Ha ezt pedig átállítom, felkerülök újra. Ugyanoda. Így viszont visszakerül a láda fentre. Ami megint nem jó, mert ha visszakerül a láda fentre, akkor újra nem tudjuk lehozni a ugrató miatt. És ha ezt meg leveszem róla, akkor ugye visszakapcsolja a kapcsolót. Ha rámegyek az ugratóra, meg meghalok. Ha meg átkötöm bármelyiket, akkor megint csak ugyanott vagyunk, hogy dead. Ha a kulcsot ott tudnám hagyni, az tök jó lenne, csak ugye a nagy táblát nem lehet színezni. Balra nyíló ajtó pedig csak, mármint jobbra nyíló ajtó csak egy van. Tehát nem tudok átmenni a két szobákból. Amúgy sem. Ha most megmondom, értelemszerűen, ha meg erről leveszem a dolgokat, mondjuk ezt a kapcsolatot megszüntetem, akkor nem, akkor sem vagyok előre, mert nem tudom ezt az ajtót bekötni ebbe az ajtóba, csak ebbe az egyedülibe. Ezt tudom kikapcsolni, vagy nem tudom ezt megszüntetni, csak akkor én meg visszakerülök fentre, akkor meg ugyanott vagyok, hogy vége a dalnak, mert nem tudok lejönni fentről, mert meghalok. Ez most be van kapcsolva, ugye? Igen. Ha ezt a, eltüntetem, ezt a kapcsolatot, akkor visszakerül ugyan a doboz, és akkor tök jó, fel tudok menni. De szintén nem vagyok előre, mert ugyanott vagyunk, hogy... Tehát, hogy a doboz kell oda lentre, hogy ezt lehozzam, hogy lemenjek a kulcsért, de ha meg ezt megszüntetem, akkor minden visszakerül a helyére. Ha pedig be van kapcsolva a jumped, nem tudok lemenni a dobozért. Vagy nem tudom levinni ide a dobozt, mert visszapattan a doboz ide fentre. Még annyit lehet megnézni, hogy nem tudom-e óvatosabban letolni a dobozt. De nem, akkor sem, mert így is, ráhúzom a jumpedre. Tehát a jumpednek ki kell kapcsolva lennie, amikor én áthúzom ide a dobozt. De utána oda kell bedolnom a dobozt. Úristen, el vagyok veszve, várjál. Ez most nagyon kifogott rajtam. Tehát, a dobozt letolom. Először kell mindenképpen kikapcsolni a lézert, ez biztos. Hogy a lézert ki kell kapcsolnom ahhoz, hogy én letoljam tolni a dobozt. Viszont ahhoz, hogy itt át tudjam tolni a dobozt, ahhoz mindenképpen... Ezzel nem vagyok előrébb, hogy ezt visszakapcsolom. Igazából. Csak az, hogy meghalok. Ha felmegyek, és akkor meg ott vagyunk, hogy... Hogy beszorultunk megint csak. Tehát... Most, hogy nem van a doboz, most kéne ugye kikapcsolni ezt, amit azáltal, hogyha ezt itt eltüntetném, meg tudnék csinálni, de akkor ugyanaz történik, mint eddig, mint hogyha semmi nem történt volna.
Ugye kikapcsolom a lézert. Megszüntetem a... Ezt berakom ugye ilyenbe. Megszüntetem a kapcsolatot, akkor minden visszakerül fentre. Én is felkerülök fentre. Áttolom a dobozt, mert át kell tolnom a dobozt, különben más nem tudok csinálni. És esetleg azt próbáljuk még ki, hogy mi van akkor, ha ide tolom be a dobozt. És most van itt egy doboz, tök jó. És ha ezt itt megszüntetem, akkor nem kerül vissza semmi a helyére. De ezzel sem, sehogy sem vagyok előrébb. Mert most nálam van a doboz, tök jó. De sok mindent nem értem el. Csak annyit, hogy ugye most megint előről le kell majd hoznom a dobozt. Mert ezt így le kell hozni mindenképpen. Azt mondja, hogy a doboz az ugye oda kell, hogy lentre bekerüljön, viszont nekünk az kell, hogy a lézer is kikapcsolva maradjon, és az a valami is. A jumped is kikapcsolva maradjon. Azt tudom elképzelni, mondom, hogy a kulcsot. De nekünk az kell, hogy amikor kijövünk a lézer folyamatosan maradjon kikapcsolva, amit nem tudunk megcsinálni, mert hogyha a lézert folyamatosan kikapcsolva akarjuk hagyni, ahhoz azon folyamatosan zöld kell, hogy legyen. És azt akarjuk, hogy folyamatosan maradjon bekapcsolva a másik, de ahhoz is folyton zöld kell, hogy legyen. Ha csak nem azt csináljuk, hogy erre bekapcsoljuk, aha, na várjál, azt mondja, hogy átjövünk ide, hogy volt, azt mondja, hogy bekapcsoljuk a jumpedet, és oda visszük be a kulcsot, és ugye lereszeteljük az egészet, akkor visszakerül ez is oda, meg a doboz is a helyére. Az felmegy, a doboz a helyére kerül, mi pedig a jumpedes szobából kijöve a kulcsot bevisszük, és akkor megvan. Legalábbis nekem ez az egyetlen dolog, ami még eszembe jutott. Hogy most... Most ezt ugye beszínezzük. És hogyha ezt a kapcsolatot itt eltüntetjük, akkor ugye visszakerül minden a helyére. Ez így nekünk egy nagyon jó kiindulási alap. És most kéne, hogy nálam legyen a kulcs, úgy menjek be a jumpedet kapcsoló szobába, hogy nálam van a kulcs. És akkor bekapcsoljuk a jumpedet, kijövünk a szobából, vagy be... Aha. Na várjál csak. Igen. Most ez így ki van kapcsolva. Most az van, hogy most kéne ugye... Csak hát ha már ezen egyszer átmentem, akkor ezt így nem tudom megcsinálni, hogy jó legyen. Jaj, de várjál, de! Meg tudom csinálni. Pont erről beszéltünk. Ja, csak hogyha ezeket itt lekapcsolom most... Akkor minden visszakapcsol. Mert akkor mi eltűnünk, mert nem ott vagyunk, ahol kell lennünk. Ha ezt most csináljuk, akkor ugye...
Lereszetelődik az. Arra amúgy se tudnám visszatolni a jumpedet, vagy a dobozt, arra valamire. Csak hogyha reszetelem, akkor kerül vissza a dobozra. Az a baj, hogyha én meg ide átjövök, akkor reszetelődik ez is. Mármint, hogy tehát nem tudok úgy átjönni ide, hogy ez ne tűnjön el. Most ezt kéne bekapcsolnunk, meg ide bejönnünk, de nem tudok ide visszajönni ebbe a szobába. Csak így, hogyha ezt kikapcsolom, de akkor minden visszakerül. Az a baj, hogyha ezt kikapcsolom, akkor is minden visszakerül a helyére. Most hiába várom meg, még az lemegy. Ha ezt így kikapcsolom, akkor azok is visszamennek fel. És akkor ugyanott vagyok, ahonnan kezdtük az egészet. Az lenne jó, hogyha a kulcs... Ha a kulcssal... Be tudnék menni a... A jumpedes szobába. De ha ezt most így megcsinom, akkor az már megint csak... halál, mert... Na jó, akkor... Hanyadik pálya ez? Senkinek nincs engedve így szenvedni ezzel. Várjál már, ez... Ez következő pályának számít? Most nézem, hogy... Hogy most... Itt össze vannak vonva a pályák, várjatok csak. Ugye ez volt a... Ez volt az egyetem, ez volt az Inner City, ez volt az a festékes kapcsolós, és akkor ez meg még két pálya van. Akkor lehet, ezt nem kéne csinálni. Kérdés, hogyha most kilépek, akkor az mennyire fogja elmenteni a dolgokat. Közben már visszahúztam magamat ide. Szóval ennyi egyébként a menü. Amikor elindított a gémet, ennyi van. Aha, és innen folytatjuk, úgyhogy megvan már a kulcs. És akkor a másik kettő van. Jó, akkor itt abba hagytam, mert akkor ez így úgy néz ki, hogy ez már következő pályának számít. És akkor itt ez a pálya van még, amit meg kell csinálni, meg még ezen kívül kettő. És akkor így lesz vége. Egyrészt azért, mert lezsibbadt teljesen az agyam ettől a dobozos pályától, és még a másik oldalon lenne egy másik dobozos pálya, meg még ki tudja, hogy mi van itt ezen az oldalon, mert még ezen az oldalon is van valami itt, ahol a propellert kell megszerezni, úgyhogy a francnak sincsen kedve és ereje se most azt megcsinálni, mert az egy szenvedés lesz. De a lényeg, hogy ezt már tudjuk, hogy akkor ez a pálya van még, ezen kívül még egy, meg egy másik, gondolom azok is ilyen rövidebbek lesznek, hogyha tényleg ez van, hogy már csak egy ilyen kis kapcsolót kell a Gameboy-ba belerakni, úgyhogy hogy ezt a legközelebbi streamben leesett a bitrate megint, egy pillanatra. Remélhetőleg ezt a legközelebbi, vagy remélhetőleg holnap a legközelebbi streamben ezt befejezzük, mert hogy azért jó lenne ezt most már lassan lezárni. Úgyhogy ez volt a Pedestriannak a második része. A legközelebbi streamben természetesen folytatni fogjuk. Mondom, ezt nagyon remélem, hogy holnapra sikerül beütemezni, és akkor holnap be is fejezzük a Pedestriant. Úgyhogy ez majd úgyis csak azon múlik, hogy tudok haladni vele, meg hogy lesz a holnapi napom. De mindenképpen szeretném befejezni holnap. És legalábbis terv szerint, és aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Az első rész egyébként már fenn van a VOD csatornán, ez pedig egy picit később, vagy ma, vagy holnap reggel, holnapi nap folyamán valamikor, de fel fog kerülni még a hétvégén, mert ugye a legelején újra kellett indítanom a streamet, hogy ne lagoljam. Úgyhogy, és ezt össze kell majd még vágnom, hogy úgy tessen fel.
Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Folytatjuk a streamet, folytatjuk a játékot nem sokára. Addig is kitartás nektek, kellemes délutánt, kellemes pihenést, és legközelebb találkozunk. Na cső! Girls with the nails done.